Szeretettel köszöntöm Széchenyi Vivient, a KSI Karate szakosztály kiemelt versenyzőjét. Első kérdésem lenne, hogy miért jó ez a sportág, miért jó így sportolni a KSI-nél? Hát önmagában a karate szerintem azért egy nagyon jó sportág, mert nagyon sok mindenre megtanítja az embert az életben. Tehát akik karatéznak, azok rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amikkel mások nem. Tehát például mi nagyon tudunk küzdeni, és az, hogy itt a KSI-ben vagyunk, az pedig azért fontos, mert a KSI ugye elsősorban az utánpótlás neveléssel foglalkozik, ami ugye mindenképpen nagyon fontos, hiszen a gyerekekben van a jövő, tehát ez minden más sportágban is így van. Mióta karatézol? És emlékszel-e, hogy ki hozott le karatézni? Emlékszem, ugyanis mielőtt a KSI-ben elkezdtem karatézni, én az édesapámnál karatéztem. Nálunk ez családban volt, én 17 évvel ezelőtt kezdtem el karatézni nála. Folytatva így ezzel a hagyomány, csak egy egészen más stílus csináltam, és nem ezen a szinten, mint ahol most. Ezért váltottam a KSI-re, hogy a versenyzést kicsit komolyabban tudjam folytatni. Mennyi időt veszel a napi elfoglaltságodból az edzés? Hát ha csak magát a karatét nézem, akkor az annyira nem sokat, hiszen 5-6 edzésem van egy héten, de ahhoz, hogy jó versenyző lehessek, ahhoz ugye nagyon sok más fizikai igénybevételre van szükségem, tehát ember kiállok azért konditeremben powerplatezni, ami szintén heti 3-4-szer egy-két órát igényel, tehát az egy héten elég sok. És utolsó kérdésem, milyenek az edzők, milyenek a versenytársak, csapattársak? Hát én az egész egyesületre úgy tekintek, mintha a családban, noha nem vagyok itt túl régóta, de el sem tudom képzelni, hogy ne legyek itt. Számomra az edzőm olyan, mintha a második apukám lenne, a csapat pedig teljes egészében olyan, mint a második családom, és mindig jó hozzájuk. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm.